Most a következő korszak, amire a VR sorozatban, illetve a videósorozatban szó lesz, következő nagy lecke. Magyarország története a szabadságharc bukásától az első világháborúig. A szabadságharc bukás, hogy 1849-ben történt, nagyjából kerekítettem, tehát 1850-től kezdődik ez a korszak. A kiegyezéssel lezárul az első fele, majd az osztrák-magyar kiegyezés után következik a korszak második fele, egyébként az első világháború kezdeté. Mi történik az 1848-49-es forradalom és szabadságharc után? Egy szóval összefoglalva, megtorlás. A füzetbe minden kerüljön be, amit látható. Jó? Tehát majd szokás szerint mindig mondom, hogy nem kell leírni. Tehát az 1848-49-es szabadságharc után megtorlás következik. Kivégzik Magyarország első törvényesen választott miniszterelnökét, Batthyány Lajost, megalázó módon birtokelkobzás mellett akasztással akarják kivégezni, de a börtönbe bejuttatott tőr segítségével megsebzi saját nyakát, ezért kénytelenek golyó általi halálra változtatni az ítéletet a vagyonelkobzás mellett, de így is bódítószereket adnak be neki, hogy saját lábán tudják valahogy kivinni a vesztőhelyre. Emellett nagyon szimbolikus a 13 aradi vértanú, azaz honvéd tábornok kivégzése Aradon, ugyanis ez gyakorlatilag az ország katonai elitjének a kivégzése is, ami szintén szimbolikus, tehát lefejezi gyakorlatilag, kötél általi halálra ítélik az ország katonai elitjét. Itt láthatóak egyébként a honvéd tábornokok származásai, tehát mennyire nemzetközi volt már ekkor is Magyarország. Magyarországon belül is különböző nemzetiségű honvédtábornokok voltak, illetve külföldiek is félig meddig csatlakoztak szabadságharcba. Sokan emigrációba kényszerülnek, vagyis kényszerű kivándorlásra politikai okokból, hogy megelőzzék az elfogatásukat. A megtorlások fő irányítója a teljhatalmat kapó Hajnau lesz, ki egy nagyon-nagyon negatív figura, mind a magyar egyébként, mind az olasz, és valamennyire az osztrák történelemben is. 1850-ben enyhül a helyzet, Hajnau teljhatalma megszűnik, menesztik, és az innen kezdődő korszakot a rendszer belügyminiszteréről, Bachról, Bach korszaknak fogják elnevezni. Mi jellemző a Bach korszakra? Új abszolutizmus. Ugye az abszolutizmus az egy olyan rendszer, amiről már volt szó elvileg, ahol az uralkodó, az országgyűlés, vagyis a rendek, az országgyűlés vagy a rendek megkérdezése nélkül rendeletekkel kormányoz. Képzett polgári hivatalnok réteg segíti az ő munkáját, de minden végső döntés az uralkodói. Most ebben az abszolutizmusban, ami azért új abszolutizmus, mert az eredeti abszolutizmus az azért 100 évvel korábban volt divat, megszüntetik a, hát itt már több mint 800 éves Szent Istváni megyerendszer. Tehát a Szent István által létrehozott megyék helyére kerületeket hoznak létre. Ez gyakorlatilag Magyarország hát egyfajta szuverenitásának, meg közigazgatásának felbontását jelentette. Amellett, hogy nagyon sok negatívum fűződik ez a korszakhoz, történtek pozitív változások is, megkezdődik az ekkor mindenhol divatos polgári állam kialakítása. Megszűnik ugye a rendi közigazgatás, tehát a megye leginkább a nemességhez kötődött, tehát a nemesi vármegyéként működött. Na, megszűnik ez a rendi nemesi közigazgatás, tehát központi állami közigazgatás lesz nagyon erősen, és ami nagyon-nagyon fontos, megtörténik az 1848-as forradalom egyik legfontosabb követelése, a jobbágy felszabadítás. Na most, ha te nemes vagy, és a jobbágyaidat felszabadítják, tehát szabadok lesznek, költözhetnek, ha tudnak, hozzáteszem, a nemeseket valahogy kártalanítani kell, hiszen itt marad egy hatalmas nemesi réteg, az országnak legalább 5%-a, akiknek a bevételi forrást kiveszed a kezéből. Mivel kártalanítsuk őket? Hát papírokkal. Ugye ez a legegyszerűbb, legolcsóbb az államnak. Földrajzból tanultuk, mik azok az állampapírok. Tehát állampapírokkal kártalanítják őket. Nagyon igazságos az állam, mert rendkívül alacsony árfolyamon lehetett beváltani ezeket az állampapírokat. Tehát abszolút
hát rosszul jártak a nemesek, ugye, hogyha be akarták váltani ezeket a papírokat. Nagyon sok nemes elszegényedett, így hát kénytelen volt egy olyan dolgot csinálni, amit hát valószínűleg se ő, se az apja, se a nagyapja soha nem csinált, el kellett menni dolgozni. És mivel kezd kialakulni ez a modern polgári állam, kezdenek kialakulni az állami hivatalok, hát a legjobb munka, amihez nem kell érteni, beülni egy hivatalba, tehát nagyon sok nemes, ez egy tömeges folyamat, el fog menni a városokba, megyeszékhelyekre, hivatalokba munkát vállalni. Jó, ezek azt lehet, hogy pozitív folyamatok, tehát modernizációs folyamatok, viszont ugye megkerülik az alkotmányosságot, tehát ebből a szempontból meg negatívnak lehet őket értékelni. A magyar közvélemény egyértelműen negatívnak értékelte, úgyhogy ebbe a korba terjed el az úgynevezett passzív ellenállás, ami a következőt jelenti, ugye az aktív egy ellenállás, az fegyveres ellenállás, tehát azt láttuk már a szabadságharc színén, ez egy aktív. Milyen a passzív ellenállás? Mindenki ismeri a párkapcsolatokból. Ez egy ilyen, kicsit ilyen passzív agresszió az állammal szemben. Nem fizetek adót, mert ez nem az én államom. Ez egy rossz állam, megpróbálom mindenhol kijátszani. Csak az a baj, hogy a magyar gondolkodásmód ez annyira beépül, előtte is benne volt, hogy még 2020-ban is igaz. Nem érezték maguknak az államot, nem vállaltak érte áldozatot, nem alakul ki az az állampolgári felelős öntudat, mint például, ami Angliában kialakul. Eközben az ország gazdasága fejlődésnek indul, szépen lassan kezd megérkezni hozzánk a második, az első és a második ipari forradalom, sajnos egyszerre. Az 1850-es években ez még elég lassú folyamat, de már látszódnak a jelei. Megindulnak a vasútépítések, az első vasút az azért már 1847-ben megnyílik Budapest és Vác között, még Petőfi is utazott rajta, viszont a szabadságharc miatt ez leáll, itt viszont beindulnak a vasútépítések, ugye zajlik a jobbágyfelszabadítás, halassan is, de zajlik, tehát ez nagyon pozitív. Ami probléma, hogy a magyar vállalkozóknak nincs elég pénze ezekhez a fejlesztésekhez, főleg nincs egy ilyen vállalkozó nemesi réteg, tehát leginkább külföldi tőkével, osztrák, francia, angol, német tőkével lehet ezeket a beruházásokat megvalósítani. Megszűnik az Ausztria és Magyarország közti vámhatár, tehát egy ilyen mini Európai Unió lényegében az áruk szabadon áramolhatnak a két ország rész között, ez serkenti az egész birodalom gazdaságát. Amellett, hogy vannak abszolút pozitív dolgok, látjuk, hogy azért mégis új abszolutizmus van. Tehát az, hogy az állampolgárok egy része direkt betesz az államnak, ez nem igazán segíti a fejlődést. Hát ezt valahogy elejét kell ennek venni, tehát nagyon-nagyon széles körű titkos rendőrség, állami titkos rendőrség és besúgó rendszer épül azokra, akik próbálják megkerülni az államot. Na, nézzük az ellenállás formáját, egy nagyon fontos táblázat, mindenképp le kell írni. Három formája van az ellenállásnak. Hát van a passzív, amit már említettem, de nézzük meg konkrétan, kikből állnak a passzív ellenállók. Egykori birtokos nemesek elveszik a jobbágyaikat, nem tudnak az új rendszerben, nem találják a helyüket, a szabadságharc eszméje még él bennük, esetleg részt is vettek benne, nem vállaltak hivatalt, kerülték az adófizetést. Most ennek a passzív ellenálló rétegnek volt a vezéralakja Deák Ferenc, aki Zala megyei birtokát eladva fölköltözik Budapestre, és Budapestről egy szállóból, hiszem valamilyen királynő szálló talán, ahonnan ő irányítja ezt az ellenállást. Tehát ő a passzív ellenállásnak a vezéralakja. Itt látjuk is, egy ilyen világító toronyként szimbolizálják őt. Jó, a másik az aktív ellenállás, hát ez egyéni ez az aktív ellenállás, hiszen szabadságharc nincsen. Merénylők például, van aki odáig jut, hogy aktívan ellenáll, megpróbálják leszúrni magát Ferenc József császárt is. Ezeknek a nagy része, hát merénylők vagy mai szóval terroristák nagy része fennakad a titkos rendőrség hálóján, de folyamatosan azért mutatta ezt az elégedetlenséget.
hogy ez van, de nem sikerült a merénylőknek megölni a Ferenc Józsefet. A harmadik ellenállási gócpont azok a kivándorlók, az emigránsok, a politikai menekültek. A szabadságharc résztvevőinek egy része külföldre menekült, és onnan próbálta meg újra kezdeni a harcot. Jó? Tehát a szabadságharc résztvevőinek egy része külföldre menekült, és onnan próbálta meg újra kezdeni a harcot. Az ő vezér alakjuk volt Kossuth Lajos. Az ő Manhattani szobrát látjuk, ugyanis ő elmenekült ugyan Törökország felé, majd London felé vette az irányt, és végighakniszta az Egyesült Államokat, ahol hát hatalmas ováció követte. Látjuk New Yorkba, még Manhattannek egészen a központi részén egy szobrot is emeltek Kossuthnak. Kossuth újra akarta kezdeni a harcot, ehhez pénzt akar gyűjteni. Csak hát az amerikaiak azok nagyon szeretik a szabadságot, de pénzt csak arra adnak, ami hát... amiből aztán vissza is jön a profit. A magyar szabadságharc ügye meg nem volt egy nagyon profitábilis dolog, tehát pénzt nem nagyon sikerült szereznie Kossuthnak. Annyira népszerű volt, hogy a mai Iowa államba, az USA egyik államába még egy megyét is elneveztek róla, Kossuth County. Az iowaiak, hát fogalmuk sincs, hogy mi lehet a megyéjüknek a neve. Mindenesetre gúnyolják Kossuth Countyt, hogy ő az egyetlen, aki dupla akkora, mint a többi. Egy kicsit kilóg itt a sorból. Kossuth végül visszatér Európába, és ő majd Torinóból fog beleszólni a magyar politikai ügyekbe. Nagyon sokáig él, ezért úgy fogják hívni, hogy a torinói, vagyis akkori szóhasználattal Turini Remete. Na de mi történik Széchenyivel, a legnagyobb magyarral? Ő hát gyakorlatilag egy elmegyógyintézetbe, egy szanatóriumba idegösszeomlás szélére kerül, és önkezével lett véget az életének. Még a fotelt is láthatjuk, amiben Széchenyi öngyilkos lesz. De Kossuthról látjuk Amerika, majd végül Torino, illetve nagyon sok emigráns, hát ez mind az emigráció, nagyon sok emigráns szétszéled Európába. Többen részt vesznek az olasz egységháborúiba, Tűr István vagy Tüköri Lajos. A poroszok mellett harcol majd a Klapka légió. Az egyik nagyon híres emigráns, Szantusz János, aki a Magyar Állatkert első igazgatója, ő is behaknizza az Egyesült Államokat, földrajzi felfedezéseket, tesz, ezek fantasztikus életuta. Tehát volt, azt hiszem, vagy a Tüköri, vagy a Tűr, valamelyikük Nicaraguába hal meg krokodilvadászat közben. Tehát ezek bejárják a világot, ezek az emigránsok. Itt van egyébként Szantusz János, aki az Állatkert első igazgatója, tehát ők 1848-49-es szabadságharc szereplői. Nem főszereplői, de az emigrációba váltak híressé, ő lesz az Állatkert első igazgatója, Amerikából több ezres gyűjtemény küld haza a Nemzeti Múzeumnak, növényeket, kitömött állatokat, Borneóra, Indonéziába, orángutánra vadászik, tehát igaz ilyen hollywoodi életutak. Vagy itt van Tüköri, akinek Szicíliába, Palermóba látjuk az emléktábláját, ő részt vesz az olasz egység háborúiba, és itt emlékeznek meg a közös olasz-magyar nyelvű táblán azokról a magyarokról, akik ebben részt vettek. Ő aztán marad Olaszországba, viszont egy másik emigráns, Tűr István, Olaszország után átmegy Görögországba, és hát Görögország egyik legnagyobb földrajzi problémája, ezt a pici szárazföldet, ami itt elválasztja ezt a két öblöt, ezt fogja átvágni, mint mérnök. Tehát ő katona is, de mérnök is, ez a korintoszi csatorna, ma így néz ki, ez Tűr István és egy másik magyar, Gerster Béla tervei alapján készült el, úgyhogy ezek a magyarok azért Európa több kultúrájához hozzátettek. Itt van egyébként Tűr Istvánéknak az emléktáblája a korintoszi csatorna mellett, illetve a legújabb felelavatott görög-magyar emléktábla.